Köszöntöm a szervustok. Ez itt a Partizán. Milyen időközönként jelentkezünk ezzel? Három hetente? Havonta? Szóval ez egy YouTube-os műsor, amiben Bandival és Hello. Bálnával beszélgettünk YouTube-os tendenciákról, videós tartalmakról. A műsornak címe továbbra sincs. Mi volt az, ami fölmerült esetleg? Miért van ez így? Igen, elismerésként az Ádámék felé. Tényleg szeretnék hogy jól van ez ígyet? Ja, szoktuk nézni szerintem így ja. heti egyszer mondjuk, azért heti öt az sok. Mi alapján választott ki, melyikre kattintasz rá? Amikor éppen van időm akkor. Tehát téma, vagy idő? Hát általában a legújabbat, és fontos, hogyha az indexképen van valami olyan dolog, ami engem alapból így felzaklat, vagy stimulál, és akkor... Utána erre mi volt az, ami stimulált? Talán a Novák Katalinnak a férje? Ja. De mi? Itt már vezér ezerős, hogy Mi volt ez? Szóval Úgy éreztem, hogy most ez az látos. Alez, bocsánat, édes Istenem, jó, nem, jól, nem tudom, hogy milyen katonai rangok vannak abszolút, tehát ebben tájékozatlan vagyok ebben is. Hát ez egy jó sztori, és akkor hát gondoltam, hogy megnézem, hogy ők hogy tolmásod. Ő nap alatt így föl a ranglétre tetejére? Majd a tetejére. Igen, igen. Ja. És te szoktad nézni? Persze, szoktam. Napi szinten te is, vagy csak akkor, hogyha István van a képernyőn. <laughs> 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 igen, inkább az, amiben ami, ami István van. Az first man, nem ő az? Vagy, vagy, first man? First man, az. <laughs> szerintem nagyon ügyesen csináltak az Ádámék ezt a jól van ez és nagyon jó részre éreztek rá. Tehát ez a típusú ilyen mitkult közéleti napi tartalom, ez szerintem így valószínűleg egy abszolút hiány volt. Meg jó, jó bofa. Meg jól csinálják szerintem alapvetően, igen, nyilván ez egy iszonyatosan kiégetős volt, tehát én csináltam napi tartalmat, ti is napi tartalmat, ezt nagyon nehéz fenntartani Távon, de az egyébként szerintem kifejezetten menni, hogy csinálnak, vagy gyakorolnak ilyen együttműködés meg gesztusokat. Például Jakabot is elhívták, és uh, te jó volt yeah. a Jakabot. Nézzétek Igen. meg, hogy nem van volna, Jakabot belinkeljük majd a leírásba. Mennyire menő már a stúdió, figyelitek? Igen, az mm. előbb is értem meg a biciklit. Itt Úgy, de nem csak le. az az egész, nézete, itt ugye van ez a Televancs. fényfestés, akkor mögöttem is egyébként yeah, mindig yeah. változik a díszlet. Ezt a figyelmesen nézők meg szokták nevezni, és csak azért akartam én fölhívni rá a figyelmet, mert mindig szoktunk beszélni, hogy partizános szerkesztők, társműsorvezetők, mm. stb. De hogy a műszak mennyire a partizánban, ezt ritkán szoktuk elmondani, és akkor ilyen szempontból legalább most legyen fölhívva a figyelem rá, hogy, hogy kurva jól néz ki, most bocsánat, én vagyok itt, de akkor is mondhatom. No, mi most a témánk, Bálna? A mai témánk a férfiak klubja, amihez mi miért? Férfiak? Hát itt is én vagyunk, vagyunk akkor a férfiak klubja. Készen, abszolút hozzá tudnánk szólni. Hát a, arra gondoltunk, hogy a Bedő Imrével ö, próbáljunk meg megismerkedtetni, de, téged is. Miért? Miért? Hát azért, mert a YouTube-ra gyárt elsősorban hosszabb tartalmakat, könyvet ír, és egy olyan narratívát épít, ami egy kicsit más, mint amit megszoktunk, mondjuk akár a YouTube-on is. Sok szempontból megkérdőjelezhető, amiket ő mond, van olyan állítás, amivel én is tudok azonosulni, de mindenképpen bizarr jelenség, hogy akár a, nem tudom, a mi társadalomban egy, egy youtuber csak a férfiakhoz akarja szólni, és, és tanítani akar őket a nőkről akár, vagy, vagy a, az életnek a legfontosabb dolgairól. Meg hasonló narratívát közvetít, mint mondjuk, amit a jelen regnáló kormányunk, vagyis a Fidesz nyomat ezerrel. Szóval, amit úgy értem, ez a család, a házasságnak a fontossága, csak hát ez is érdekes, hogy milyen köntösbe tálalja ezt az egész. Ez egy ilyen típusú um... Kötődése is van hozzájuk. Mm? Én magában az, hogy valami tartom az igazság magot, ugye ez a legsúlyosabb propagandának is a sajátja. Láss például, hogy békére van szükség. Mm, Persze, mm. az meg mi másra <laughs> van szükség. Tehát ja. tényleg akkor a fölfejtés, ja. mint az, hogy az élethez oxigénre van szükség. Nagyjából. Persze, nyilvánvalóan, csak hogy nem mindegy, hogy azt a békét, azt hogy és milyen feltételek mellett, és pontosabban kik kötik meg. Jó, de mielőtt ráfordulunk a bedőimrére egy pillanatra menj, beszélgessünk már a. a, a a férfi képről? Mm. Meg ugye egyáltalán arról, hogy például milyen típusú élményeitek van ezzel kapcsolatban, tehát hogy nektek a kamaszkorotokban megnyire, tehát például mi formálta a férfiaságról alkotott elképzeléseiteket, és nektek magatoknak mondjuk a kamaszkorotokban mik voltak a legsúlyosabb szorongásra és kívásokra okot adó, nem tudom, hogy dilemáitok. Szerintem az egész férfi dolog így nem érdekelt, tényleg? hogy én most ezt így... Hogy én ezt így, így tudatosan próbáljam megélni, hanem no. igazából csak mentem a flóval, én az életemet élem, nyilván tudom, hogy most én speciál nők nőkhez vonzódó, engem ez a téma jobban érdekel, és akkor én ezt nem tudom, hogy én hogyan élem meg, amikor próbálkozom, vagy az ösztöneim, amikor elkezdenek működni, de nagyjából ide eljutottam el. Az világos, de bocs, minél rád is átfordulok, de hogy de alapvetően az, hogy a nőkhez vonzódsz, és nyilvánvalóan elképzeled azt, hogy például milyen típusú férfiak lehetnek, attraktívak, milyen Igen. típusú férfiak fognak majd nőkből érzelmi reakciókat kiváltani, vagy adott esetben rajongást kiváltani, vagy vonzalmat kiváltani. Tehát akkor neked ezzel kapcsolatban nem volt semmi fajta szorongásod. Nem. Én... Hogy te lehetsz egy ilyen férfi. Szerintem nekem nem voltak ilyen példaképeim, vagy, vagy maximum ilyen Értelmi, értelmi szinten vagy esetleg kommunikációban, akikre felnéztem és akikre hasonlítani akartam, de semmiképpen semmilyen macsóságban, vagy kinézetben, vagy nem tudom, egyéb tulajdonságban. meg bele a névig körbe, próbálom beléd magyarázni azt, hogy biztos, hogy voltak szorongások itt kamaszkolatban, de ezt már megtalálni. Én nem járok pszichológusra, Marci, de nem tudom, meg kell voltak. Csak ide. Igen. biztos nak biztos volt. Nekem voltak. Na jó, akkor beszélgessünk hát, mi, hát azon, a bajára, szóval. <laughs> Na, mesélj a nagy Hát, nekem nem volt, nem viccelek. Uh. Nem tudom, amúgy én sem sokat gondolkozom ezen, hogy most milyen az az ideális férfi kép. Nekem volt egy nagyon erős, vagy még mindig jelenleg is van, nekem a édesapám például katona volt, meg ilyenek, szóval ezeket így. Jelenleg? Mm, persze, igen. Milyen rangba jutott <laughs> <laughs> hát nem van <alerzre>, <laughs> <laughs> Nem is egy tapalat végeztél hát az iskolat, azért mondjuk el gondolom. Jól emlékszem, akkor Főtör zászlós volt, hogyha, és úgy, úgy szerelt is le, vagy úgy ment el nyugdíjba. Én inkább ugye az a típusú, mondjuk ilyen kamasz voltam, aki, ha látott valamit, akkor szögesen az ellentétét szerettem volna csinálni. Szóval, hogy én inkább, tudod, ilyen, mit tudom, én, ilyen alter stílusban mentem el, és akkor nekem fontosabb volt az, hogy milyen a lélek, meg ilyenek. Szóval engem ez az ilyen maszkulinitás, meg az ilyen dolgok elkerültek, ilyen szempontból, meg inkább pont, pont ellenetettem, és a később ezek jobban árnyalódtak, és most már lehet van az, hogy így, hogy így jobban felfogom ezt, meg így jobban, jobban gondolkozok amúgy ezen, hogy így a mi egy férfinek a szerepe, akár egy, a családban, vagy, vagy ilyenek. Volt, vagy van olyan férfi sztereotípia, amit súlyosan kártékonynak tartottatok, tartottuk akár most is, és személyesen is okozott számotokra küzdelmet, vagy problémát? Nem tudom, például az érzelementesség, mint a férfiakkal szembeni elvárás. Ja, persze, igen. Ja, meg az amúgy. Szerintem ez lehet, hogy ez fontos. változik persze, tehát most már más típusú trendek is vannak, de mondjuk szerintem akkoriban, amikor mi kamaszok voltunk, akkor az még egy eléggé domináns mm. szerepelvárás volt. Ö, t például szerintem az egyik az, ö, nekem ugye van két gyerekem, és hogy általában a. a tehát ahogy be is van. Tehát, társadalmilag úgy van berendezkedve, hogy valamiért a férfitől jóval kevesebbet várnak el, hogy a gyerek nevelése vagy vállalás, vagy a gyerek van amúgy szó. Mint például az, hogy én rengeteget viszem a kisfiamat a vadába, meg én is megyek sokszor érte, de mégis amikor beszélnek hozzám, akkor azt mondják, hogy majd anyukával akkor beszélek, amikor ilyen fontosabb dolgok vannak. Meg nem is úgy tekintenek az emberre rá, hogyha, a, hogyha férfiként a gyerekével van, mint mondjuk, egy, mint mondjuk egy nővel. Legalábbis én ezt vettem észre, egy férfiként. Úgy, apaként. Lehet, hogy ez már nem így van, de szerintem még mindig, hogy sírni mindig lányos dolognak mm. számított. Mm. És ez tök fura, mert például ezt ezt a részét is meg lehet élni az életnek, hogyha fáj valami belülről, akkor általában ez a természetes reakciód, de nyilván, hogyha ezt lányként teszed, az valahogy elfogadottan, mint a férfi, férfiként, fiúként csinálod. Nem tudom, hogy ezzel tudtok-e azonosulni. Mm. Igen. Neked, Neked volt valami ilyen rengeteg, rengeteg persze haja is milyen, testalkat, stb. 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 És egyébként ugye mindig azt szokták nekem mondani, vagy amikor erről beszélgetek barátaim, akkor mindig azt szokott jönni, hogy rendben van, persze, hogy te meleg férfi vagy, az eleve egy ilyen terhelő de én azt gondolom, hogy ez egyáltalán a melegséghez kötődik, az kifejezetten az kötődik, hogy milyen volt a szocializációs környezete a 2000-es évek elején egy magyar férfinek. Tehát szerintem az, az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon terhelt korszak volt, nagyon sok szempontból nagyon terhelt korszak volt. Nyilván kamasznak lenni az az egyik legszorongatóbb ö, életperiódus. Főleg hámó vagy. Pláne, hogy hámó vagy. Igen. Én de az, rend, de tényleg, szerint, én, az én nem tudnék mondani még egy annyira kemény időszakot az életem, mint a kamaszkorom, és ezt látom a környezetemben is, tehát hogyha rendesen végig gondolja mindenki, akkor itt azért az a, az a legnehezebb, hogy hogy hogyan leszek én majd az, aki egyébként szeretnék lenni. Hát, hogy töm, ez is megoszlik. Mármint én például Budán jártam egy gimnáziumba, ahol viszonylag ilyen jó sorból jövő osztálytársaim voltak, mi nem szekáltuk egymást, mindenkit tökre ráfogadtunk, mindenki tisztességes, korrekt volt, szóval én, én nekem ezek voltak a tapasztalataim. Hát van, Budán lakni világnézet, ezt tudjuk a máraitól, de ugye ami engem alapvetően érdekelne, hogy például mondjuk azok a típusú ilyen férfi erények, idézőben férfi erények, amiket így szoktak megfogalmazni, azokkal kapcsolatban például nektek mi a fejlődés nem tudom, a becsület, nem tudom, lovagiasság, és itt tovább. Ti hogyan a korábban, és hogyan gondolkodtok most? Hm. Mint lovagiasság, már mint hogy nem tudom, hogy... Nagy a nők tisztelete, a... Hát én abszolút ilyen egyenjogú személyként kezelem a páromat, szóval, hogy nálunk én azt gondolom, hogy nincsen ilyen, és nem is feltétlenül kellene. Ilyen szempontból szerintem mindegy, hogy valaki férfi vagy nő, tehát hogy milyen nem ő, csak normálisnak sem kell viselkedni a másik, nemtől nem től függetlenül, én azt gondolom. Nem leszek attól több vagy másabb, mert hogy én férfi vagyok vagy nő, hogyha tehát szerintem ne nem kellene így ennyire beleszorítanunk magunkat ebbe hát, a dologba. Vannak ilyen évszázados dolgok, mint az én etiket, meg, meg udvariasság, tényleg ez a lovagiasság. Hát Például... mint amit a bedő is nyomott. Igen, saját, igen. Is, igen. Én most amit... csak azt akarom hogy de felhozni, hogy én laktam három évet Stockholmban, és ott merőben más tapasztaltam, mint itt, amit itthon megszoktam, ott egyértelműen ö, ősembernek éreztem magam sokszor. Tehát, hogyha egy mondjuk kollégáim, fiatal nőknek oda mentem segíteni, hogy hadd cipeljem én ezeket a dobozokat, hogy valami akkor így teljesen hüledező nézszekről. Hát elbírjuk. Mit akarsz? Olyan, nem, nem Vagy amikor egy randin ki akarom nyitni valakinek az ajtót, hogy beengedjem az étterembe, ki tudom nyitni. Tehát fel vannak háborod, vagy más máshol tartanak, nem tudom ez. Jó ez el. szerintem van, de most már szerintem vannak a hullám is elérkezett, amikor egyébként a nők kifejezett. Tehát vannak olyan nők, akik meg viszont élvezik azt, hogy annak ellenére, hogy ez ma már egy kicsit meghaladottnak tekintett, kicsit ilyen avittas, ősemberes uh -huh. attitűnek tűnik, hogy közben meg valaki azzal megy szembe ezzel a trenddel, hogy de azért is kinyitom neked az ajtót, azért is előzékeny előreengedlek, kihúzom a széket, neked stb. 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 átveszem tőle a csomagot. Tehát érdekes egyébként, hogy ezeknek a különböző kulturális trendeknek milyen típusú apája és dagája van, és hogyan tudnak akár egy, egy időben is akár egymással szemben lenni. Itt pont ez a Bedri kapcsolatban szerintem egy ilyen tök érdekes dolog, hogy most megnéztem több videót nyilván az adásra készülve, és hogy mennyire lineárisan gondolkozik így a kulturális trendekről, ami ráadásul ilyen teljesen homogén, tehát egyetlen egy trend húzódik végig a világtörténelmen, és az így folyamatosan előre halad, egy fejlődési híven keresztül, de közben ez valószínűleg egyáltalán nem így van, pont emellett érvelek, hogy ez egyáltalán nem egy ennyire egyenes vonalú történet. Még egy dolgot akartam kérdezni tőletek, hogy nektek mi volt a legnagyobb és a legfontosabb élményetek, ami miatt radikálisan változott, ha változott a nemek közötti szerepekről, együttműködésről, feladatleosztásról vallott nézetetek? Én azt gondolom, hogy az aránytalanság mellett is tudnak sokan boldogok lenni, hogyha valakinek például euh, hobbija, vagy nem tudom, szeretetnyelve a takarítás, meg ezek. Például nálunk édesanyám ezeket mind megoldja. Tehát, hogy, hogy és, és, és rendületlenül. Tehát, hogy ő nem várja az, hogy valaki besegítsen. És nem éreztem soha, hogy otthon emiatt a dolgok rosszabbak lennének. Szóval csak van ellenpéldája is, ezt akartam mondani. Nyilván van az, hogy az ember is szocializálódik, hozzászokik bele, normalizálja magát egy ilyen helyzetbe, de azért az, az, azt gondolom, hogy nem tudom, én nem tudom elképzelni magamról, hogy, Mi? Bármilyen szempontból igen. is az egy boldog élet, ahol ilyen súlyos struktúrális egyenlőtlenségek dominálnak egy kapcsolatban. Tehát, hogyha a szeretett nyelv, a gondoskodás, azzal egyet tudok érteni, tehát gondoskodni a másikról az nagyon örömteli dolog tud lenni, de amikor ez egy ilyen kényszeres cselekvésbe vál, megy át, és kizárólagossá válik, és az, 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 azt én nem látom, hogy, hogy lehet hogy a boldogság fogalmával összeegyeztetni. Lehet, mások a személyes tapasztalataim. Bandi, csöndben ülsz. Ja, igen, Mert? Nem, hát nem tudom, nekem minden oké, okay, figyel. Neked mi a szeretett nyelved? Nekem, nem tudom, a verés. <laughs> jó, jó. Ezért nem szólaltak. <laughs> Bocsánat, tényleg, nekem, nekem mi a szeretett nyelvem? Jó kérdés, biztos az odafigyelés. Az, hogy meghallgatom a páromat, és hogy érdemben próbálok reagálni azokra a dolgokra, amiket mond, és hogy próbálom segíteni azokban a, azokban a problémákban, amikkel ő dél Nem akarom, hogy hosszára ragadjunk a MeToo kérdésén, csak egy dolog miatt hozom be, és ezzel már bedőre akarok egy kicsit átvezni, hogy szerintem az itt tök, vagy elmondom, hogy nekem mi a megélésem ezzel kapcsolatban, hogy szerintem abban nagyon erős a jobb oldal kulturális értelemben, hogy ilyen nagyon pregnáns, jól átélhető mintákat tud közvetíteni arra vonatkozóan, hogy mitől lesz egy faszi igazán faszi. Meg hogy így hogyan kell jól a kapcsolataidat irányítani, benne lenni, hogyan kell a nőt megközelíteni. Most alapvetően heteroszexuális normákról beszélek, nyilvánvalóan. Észre. És hogy ebből a szempontból szerintem tökéletes, hogy a progresszív világnak így nagyon minimálisan vannak valójában ilyen nagyon éles, pregnás, átélhető útmutatásai arra vonatkozóan, hogy így mégis hogyan kellene egy párkapcsolatban mondjuk például jelen lennet, hogyan kéne egy nőhöz közeledni, férfiként, és így tovább. És hogy mondjuk olyan típusú mintái vannak leginkább, ami mondjuk a metoo is eredeztethető, hogy így azok a tilalmak, amiket így követned kell ahhoz, hogy te ne legyél egy bántalmazó fasz. És hogy ez nyilván tök fontos, mert alapvetően a nem tudom én, az európai, vagy a nem tudom, civilizáció története, az, az, az bántalmazások sorozatának és ilyen végtelen sorának is elmondható, de hogy azért alapvetően az egy, az egy, nagyon szorongató élethelyzet, amikor alapvetően úgy próbálsz közeledni a másikhoz, hogy mit ne tegyek azért, hogy véletlenül se legyek bántalmazó, vagy ne éljek vissza a hatalmi fölényemmel. És nyilván mondjuk adott esetben egy egyetemista ember, aki mondjuk alsó középosztálybeli származású, nincsen különösebb kulturális tőkén, nincsenek különösebben kapcsolata, stb. 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 és csak annyit lát, hogy tilalmakat kap folyamatosan, hogy eszneted, ne bántalmazó vagy, mert férfiként születtél, és a férfiak egyébként történeti okokról visszavezethető mó Módon és okokból kifolyólag mindig is az elnyomásnak voltak az aktorai a nőkkel szemben. Szóval egy ilyen örökséggel küzdeni meg és ebbe lépni be hirtelen úgy, hogy te magad is egyébként azt tapasztalod, hogy kirekeztetje a társadalomnak, ez nyilván olyan típusú frusztrációkat szül, amiből természetesen lesznek inzellek az emberek, a férfiak, és ebbe a jobb oldalnak iszonyatosan jó, átélhető mondásai vannak, hogy ez miért fasság. És én nem gondolom, hogy fasság lenne, szerintem ami itt nagyon fontos tudásokat adott át, de az, hogy használni tud, és az, hogy ez felszabadítson tegéd a kapcsolataidban, az önmagában olyan típusú kulturális tőkével kell rendelkezned, ami nagyon kedveseknek a sajátja ebben az országban, hogy a világról ne is beszéljek. Igen. És most ezt nagyon hosszan beszéltem, igazából csak oda akarom kifuttatni, hogy, hogyha mondjuk például neked van már gyereked is, uh -huh. Bandi, hogyan lehet a gyerekeket, hogyan lehetne szerintetek a fiatal felnőtteket valamilyen módon abban motiválni és felszabadítani, hogy egyébként nem bántalmazónak lenni az örömtelib, a nőkkel partneri viszony tápolni alapvetően örömtelibb, tehát, hogy a patriarhátusnak a fenntartása, az nem azért font, a, a, patriarhátusnak a meghaladása nem azért fontos kizárólag, mert egyébként szarérzés úgy élni, hogy a társadalomnak a fele a nők elnyomásban vannak, hanem azért is, mert neked magadnak férfiként jobb lesz az életed, ha nem egy domináns pozícióban vagy folyamatosan, és ennek a fenntartásában kell iszonyatos módon fölörlődnöd. Hát szerintem az, hogyha mondjuk, mondjuk tényleg egy gyerekről van szó, hogyan lehet mondjuk neki tényleg megtanítani ezeket a normákat, tehát az, hogy hogy tapasztalja meg mondjuk esetleg így a saját bőrén, és akkor, és akkor mindenkivel mondjuk legyen valamilyen szinten elfogadással, elfogadással és, hogy, és hogy ezekből az adott helyzetekből szűrjön -e valamilyen következtetés, meg hogy inkább fókuszáljon úgymond saját magára, hogy ne azokra a normákra fókuszáljon, amiket így az emberbe belesújkolnak és szerintem ez szülőként de amúgy lehet, mondani, lehet tanít, tanítani a gyereknek, vagy így, vagy így egyengetni az útját mondjuk e felé, hogy így próbálja meg vizsgálni a dolgokat, meg a saját szerepét hogyan tárja fel, szerintem. Ez a fajta narratíva, ami mondjuk ennyire szélsőségesen ábrázolja akár mondjuk itt a férfinek a szerepét, akár mondjuk itt a bedőnél. El kell gondolkozni azon, hogy mondjuk ki lehet vevő erre. Mert szerintem mondjuk az ilyen kétségbe esett fiatalok, azok biztosan euh, jobban be tudják ezt kajálni, illetve szerintem maga tényleg az olyanokat targetelheti, akik, akiknek van valamilyen nagyon rossz tapasztalatuk, és, és nem tudtak ezzel az egész dologgal így megbírkózni, és, és szerintem leginkább ezekre az emberekre van úgymond hatással egyfaj, egy, ilyenfajta narratíva. És hogy az a baj, hogyha, hogyha mert hogy ők keresik a megoldást az ő problémájukra, és önmaguktól nem találják meg. És ez ilyen emberek, mint mondjuk a Bedő, ő tölti be ezt a fajta űrt a, a, a tanításaival. Hát igen, csak az ugyanolyan üzlet, mint az összes többi hát ez a, a baj munká, ez az a pontosan, siker, mert nem jó akar az embernek. A boldogság, ja. önmagad, ön, önképednek a megismerése, és a férfi kultusz, vagy nem tudom, férfiak klubja. Igen. Igen, de ez nagyon erős. Bocs, azt nem tudom, hogy hogy, 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 nem akar jót, ezt ki lehet jelenteni, mert hogy nyilván van benne üzleti érdeke, de ez önmagában szerintem nem fölti. Tehát hogy, szerintem az, az nagyon érdekes, hogy, 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 hogy ez nyilvánvalóan súlyosan ideológikus, és, kifejezetten veszélyes ideológiákat is becsomagol a mondani valójában, amelyet szerintem azért tud igenis reflektálni olyan életélményekre, amelyek széles körben sajátja a férfiaknak, egyébként épp azért érdekes, hogy most miért nem annyira népszerű, mint volt. Uh -huh. Igen, nem szóval valami lecsatlakoztak róla a nézői, ez egy érdekes kérdés lehet, hogy mi az, amit korábban láttak benne, és most nem látnak benne. De ugye, ami engem még ezen kívül nagyon érdekel, az az, hogy, hogy valójában attól, hogy igazából a tehát nem tudom, egy ilyen a kortárs férfi létről nincs egy ilyen kritikus közbeszéd, az kitermel ilyen dolgokat, kitermel nem tudom, ilyen kaszati borokat, kitermel, most sokakat tudnék még mondani. Én nem gondolkozunk ezen, nem, pro, nem, nem ö, gondolják problémának szerintem az emberek ezt, hogy beszéljenek róla, meg hogy legyen róla párbeszéd. Szerintem de, csak az a baj alapvetően, hogy a jobb van meg egyedül az a típusú magabiztossága, és az a típusú, hogy ilyen kérlehetetlensége, hogy azt mondja, hogy szerintem ez. Mm. És egy progresszív megmondó ember az mindig alapvető az, hogy gyertek, vitassuk meg, mit gondolsz erről, stb. Tehát, hogy mondjuk mit tudom, érted, a, 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 a Noir előbb szervez egy vitakerekasztalt vita arról, hogy egyébként ezt hogy kéne elrendezni, semmit mondjuk, hogy vállalná, hogy figyelj, én azért állok most itt, mert át akarom szűrni neked a világot saját magamon, és ezek az állításaim. Uh -huh. És bizonyos szempontból nem érdekel, mit gondolsz róluk. Azért mondom, hogy meghallgass, azért mondom, hogy eljusson hozzád, azért hogy mondom, hogy, el, hogy átéld. És ez egy jobb oldali attitűd alapvetően, most kulturális értelemben mondom, hogy van a világ, és én ezt gondolom erről, és tékitor lívit, de akkor is ezt fogom mondani, hogyha nem érdekel téged. És mivel egyébként szerintem a Fidesz világ kurva jól van megszervezve ilyen szempontból, tehát hogy van ugye a masszív propaganda, nem tudom én, emelet, ahol tényleg ilyen dömpingszerűen ott az a lényeg, hogy mennyiségi alapon minél egyszerűbben nagyon sok helyre eljusson, és akkor van ez a szubtilisabb szint, amiben a bedő is tartozik szerintem, ahol fölépítenek ilyen mikroinfluencereket. Igen. Tehát ott lesznek ilyen 4-500 ezeres elérésű influencerek, de lesznek ilyen 15, 20, 30, 40, 50 ezer, stb. És ebből van tényleg annyi meg, mint a szemét. És viszont ez tök jó arra, hogy egy olyan világot alakít ki, hogy azt lehet érezni, hogy nagyon sokan mondják ezt a dolgot, egy kicsit mindenki máshogy mondja, és ez, ez a jobb oldali fideszes világon kívül egész egyszerűen nincs. És ez nem igaz, hogy csak arról szól, hogy a rogán még a propagandával, hogy mossák át az agyakat, hanem ez egy nagyon tudatos kulturális mátrixnak a fölépítése és működtetése. És nem azt mondom, hogy valamifajta nagyon cizellált mesterter alapján, de igenis tudatosan és igenis stratégikusan. Lehet, hogy ők el azt mondják, hogy ez konte, és ez nem így van. Tömkelegével vannak ilyen csatornák, kisebbek, nagyobbak, akik gyártják ezeket az elég ilyen egysikú narratívájú tartalmakat, vagy nagyon, tehát tényleg nagyon megfogható és és ugyanarról beszél, ugyanarról a témáról mindig, éveken keresztül könyvet ír rá, mondja, mondja. És szerintem a fiatalok, az a fiatalok az annyira nem tudják őket becsatornázni. Én meg azt gondolom, hogy inkább a középkorú, idősebb, én, én valamire ezt gondolom, hogy ezeket nem, tínézserek ezeket nem fogyasztják olyan nagy számban. Benne. Biztos vagy benne? Hát figyelj, lehet, hogy érdekes, de... Szerintem biztos vannak olyan tínézserek, amint, hogy csak, csak hogyha visszagondolsz, visszagondol, hogy tudom olyan középiskolás voltál, nem mindenki volt ilyen menő gyerek, tudod? Igen, de nem egy szakállas bácsitól vártam azt, hogy milyen, milyen az átélni minden. az én kortársaimnak. A... <laughs> Jó, egy bajuszos szakállas ötvenes bácsitól, na... Tehát nem a fizikaton tanáromtól akarom meghallgatni, hogy milyen férfi legyek. De a bandit, ha meghallgattad volna azért. Nagyon szívesen. Én most hogy férfi én megfogod, oda mész, az azt mondod, a konyhába. <laughs> csak egy pontosítás, hogy nyilván nem gondolom azt, hogy a bedő, tehát hogy ez úgy működik, hogy megkapja a rogánt, hogy akkor ezeket kell mondani, ja. és akkor ezt mondja. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek abszolút meggyőződésben mondják, amit mondanak, csak pont azért, mert hogy ennyire kiterjedt világot működtetnek, van helye a Mátrixban. Tehát, hogy mindenki szem a láncban, csak ez a láncolat, ez hatalmas és kiterjedt tud lenni, és alapvetően nem csak a pénz működteti, hanem az a alapvető jobboldali attitűd, hogy nekem jogom van megmondani, hogy mi az a világ. És ez a típusú, hogy mondjam én, öntudat, ez nagyon hiányzik a progresszív világból szerintem, és ide most egybe sorolom a liberálisokat, a balosokat, stb. 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 Tehát érted, bocs, én emlékszem, hogy nekem mekkora fölfedezés volt az, amikor a munkás mozgalmi múlttal itt szembesültem, és hogy mondjuk mit tudom én, a munkás Testkultuszra volt baloldali válasz például. Tehát, tehát az nem csak egy ilyen fasiszta dolog, hogy így a kidolgozott férfi test, az milyen típusú, nem tudom én esztétikai, meg egyéb élményeket, örömöket, és egyébként meg nem tudom én önbizalmat, meg, meg nem tudom, szóval, hogy ilyen jó érzéssel eltöltő dolgokat eredményezhetne, mert erre volt egy baloldali válasz, csak ez valahogy elfelejtődött az elmúlt száz év alatt, és most arra jutottunk, hogy, hogy egyébként a jobb oldal képes mondjuk a testépítő kultuszból is a legjobban profitálni, mert magáévá tette ezt a cénát is. De, jó, de, akkor nézzük, hogy mit mond magának a Imre. Jó. Most már ennyi felvezetés után, akkor nézzünk az első videó, amit hoztatok. És indul a házasság hete, ugye, ami azért is fontos, mert nem csak a nők szempontjából lehet fontos egy esküvő, vagy akár nyilván a házasságnak a megkötése, hanem a férfiak szempontjából is nagyon fontos lehet ez a fajta szövetség. Úgyhogy itt van már velünk Bedő Imre, aki a férfiak klubja alapító tagja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, én is elnézést! Szóval, hogy lehet férfi szempontból, vagy milyen szempontból lehet fontos a férfiak számára a házasság? Én próbálom ismét elmondani azt, amit tízezer évig tudtak, csak az utóbbi 50-100 évben felejtettek el. Wow. Hogy a férfival válásnak a csúcsa, tehát a férfi válás célja az volt, hogy a férfit a család élére állítsák. Tehát az, hogy a férfi akkor vált férfi, amikor eldöntötte, hogy az élet szolgálatába állítja önmagát, és minden, ami a munkában, a háborúban, a katonában, minden, ami történik, az azért van, hogy élet maradjon utána. És elsősorban a férfi dönti ezt el, és ehhez szerez feleséget. Nem úgy van, hogy a férfiak ezt nem nagyon akarják, a nőkben van egy ilyen bióvekkel, és ők szeretnének gyereket, és oh. a férfiak ezért kénytelenek beadni, ha. Ugye az örömökhöz akarnak jutni, akkor kénytelenek beadni a derekukat, hanem épp hogy a férfi dönti el azért, mert a férfiak élete teljesen semmire való, ha nem marad élet utánuk tehát őszintén minden, amit a materiális világban felépítünk, az biztosan az enyészeté lesz. Gondoltam, hogy itt, itt muszáj hozzászólnom, mert amikor néztem én, akkor teljesen ki ezen akadva, hogy, hogy ez a célja egy férfinak, hogy szaporodjon. Mármint én ezt hallottam. És, és hogy, hogy valamit hátra hagyjon. Annyiba progresszív, hogy nem a nőknek elő ki azt a feladatot, nem a férfiak. <laughs> ennyi elmozduláson a narratívában. Nem, 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 néztük tovább, nem szóval uh, ott, ott, majd, ott, majd, még lesznek ilyen, ilyen kis De hogy ez tényleg ez mennyire egyetlen dimenzió? Igen. A férfiak élete teljesen semmire való, ha nem marad utánuk életén, én ezt írtam föl ebből. Mm. és azt, hogy ehhez szerez feleség. <laughs> Ugye van ez a családok hete, vagy volt is, ez ugye egy ilyen kormányzati kezdeményezés volt arra vonatkozóan, hogy kicsit a demográfiát megbikázzák. Most ugye a legfrissebb KSH adatok alapján van Visszaesé is, is ok. sokan, nem? Mert hogy hát valóban visszás és van a bevándorlás nélkül, már 9,5 millió alatt lenne a népesség szám. Lesz, lesz, is, lesz is, lesz is hamarosan. Hát nem úgy tűnik egyébként, hogy egy ilyen interjúval fogják majd a házasodás és a szaporulás vágyát elhinteni a társadalomban. Nézzük tovább? Nézzük, no, ezt persze. még egy kicsit. Kicsit perc. nézzük. Ö öt jó. perc összesen szóval azt meg is nézhetjük. Továbbadásának az irányába. Ez adja a nőnek is a legnagyobb biztonságot, mert ezért cselekszik annyi mindent a férfi, és ez védi meg az egészségét is, tehát mindenféle kutatás ezt mutatja, sőt a házas férfiak több pénzt keresnek, ezt is mutatják a tudományos kutatások. Tehát abszolút, ez, ez, ez a férfiakból kell kiinduljon. Sajnos az elmúlt 50-100 évben átprogramoztak bennünket, és ma már a férfiak előtt álló, vagy fiúk előtt álló férfi példa, az a munkahelyén teljesítő férfi, keres pénzt, úgy keres pénzt, úgy tanulj, sőt az egész iskolarendszer is arra neveli a fiúkat is, és a lányokat is tegyük hozzá, hogy ők majd egy munkavállalói gépezetben a kis csavarként nagyon jól funkcionáljanak kezdenek oda veszni ezek a családi minták, és nem az én elméletem, és nem az én meggyőződésem az, hogy a férfiból indul ki a család, hanem a teljes kultúra, ugye, ezt mutatta több ezer éven át. És most ezt vissza kell valamilyen módon hozni, mert ez a férfinő szövetségnek is az kiinduló záloga. És visszatérve az eredeti kérdésre, most itt már le is zárom ezt, hogy a házasság kulturális szempontból is az eskü, sokkal inkább a férfinak fontos. A férfit kötelezi, mert a gyermekét megszülő nő kockája el van vetve, ugye az ő sorsa meg van pecsételve, másnap is kell adnak a gyereknek étel, másnap is kell meleg, másnap is kell ruha, iskolázni kell, ha van férfi, ha nincs férfi. Mindig a férfi volt az instabil. A férfi mondta, te ja, hát én nem ezt a lovat akartam, nem jól viselkedek, kifarolok. Hogy ne tudjon kifarolni, a nőnek a biztonságát növelte a házasság és az eskü intézménye, ami az instabil férfinak a stabilizálását jelenti. Tehát minden az mi erőnktől függ, és ami... Életcéjainktól függ. Úgyhogy érdemes erről beszélni a házasság belül is. Igen, hogyan próbálják, milyen programok keretében ezt ugye átadni és tudatosítani az emberekben, amiről most beszélt? Én nagyon örülök, hogy a 16. éve van most már házasság hete Magyarországon, és ez egy olyan hét, nyilván, a, 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 mint a Valentin nap is, mi azt családilag nem is tartjuk, mert az egy ilyen üzleti nap hogy ne egy napon át szeressük egymást, és figyeljünk oda, Akkor hanem minden nap. Sem vagy Ez a hét is nem arról szól, hogy ezen a héten, hanem arról szól, hogy a középpontba állíthatunk olyan értékeket, amiről ma már beszélni kell. És olyan világot élünk, hogy ami korábban a mintákból összeadódhatott, és a minták öröklődtek az emberek számára, azok a minták már nem öröklődnek. Tehát korábban minden fiú azt csinálta, amit az apja, pontosan azt. És azt, ő is azt, amit az ő apja, ő is azt, amit az ő apja. De ez volt a hagyományos élet. Pont ugyanazt csinálták végig. Ma már nem. Egyáltalán nem azt csináljuk, és ma új utakat kell találnunk, ma már sokkal tudatosabban kell kézben tartanunk, és a házasság kette arra, jó, hogy számtalan program van, számtalan cikk, üzenet tud megszületni, és egy olyan fajta térképet tudnak kapni az emberek, hogy, amiben ki-ki ide-oda, amoda tud kapaszkodni, aznak érdekében, hogy tudatosabban, jobban kezébe tudja tartani, mert hogyha elengedjük és sodródunk egy házasságba, egészen biztosan a fának megyünk, de ezt amikor vezetünk, akkor tudjuk, itt is tudni kéne. Úgyhogy erre jó házasekhető, hogy rengeteg-rengeteg kapaszkodót tudunk találni. Aki akárhová nyúl, ott van, csak oda kell nyúlni. nagyon a szépen köszönöm, wow. köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Ja. Én egy kicsit mondjuk focis hasonlatot hiányoltam még ebből. Ez a, vezet, a vezetés sem jól, volt jól. rossz amúgy, de mondom még egy foci, hogy házasságban is be kell rúgni a labdát, mint a fociban. Góra játszák. Ja. Góra játszák Igen. Góra. Igen. Azért mondom, hogy tetszett neked, Márci? Hát, egy ez érdekes, mert ez, ez, egy, ez egy létező jelenség szerint a nyilvánosságban sokat beszélő véleményformálók részéről, hogy ilyen beszédcselekvést művelnek. Tehát, hogy így vannak ezek a bázvölgyek, amiket így egymás mellé dobálnak, Aha. és attól, hogy folyamatos a beszéd, és nincsen megakadás semmilyen szinten, ezért úgy tűnik, mintha ez egy koherens dolog lenne. De elkezded így végig gondolni, hogy is beszél? Tehát, amikor azt mondja, hogy minden fiú azt csinálta pont, amit az apja, meg az ő apja, és azért, jó mar, hogy ezt a folytonosságot tudja a házasság hete is biztosítani, hogy kapja kapaszkodókat a háza. Mi van? Te Ezt szinten nagyon szinten. nehéz igazából értelmeznem, de ami ennél sokkal jobb az, hogy, hogy ami szerintem egyébként erős, hogy amikor azt mondja, hogy Ugye ja, beszél hogy az elmúlt 50 száz évben átprogramoztak bennünket, és behozza ezeket a bérmunkakényszerből adódó egyébként létező kitettségeket. Tehát, hogy a munkahelyi helytállás kérdése, a bérmunkakényszer az hogyan e, nyomorítja meg az emberek életét, és egyébként ez nem. Tehát ennek van a gender specifikus vonatkozása is, de alapvetően vannak nem gender specifikus, mindkét nem érvényes vonatkozása is. Lehet, hogy teljesen másra gondolt. Bizt, lehet, de szerintem ez erős, mert ez biztos, hogy abban ez van, hogy igen, az meg arra én is, azt én is tudom, hogy mit jelent az, hogy reggel 8-tól délután vagy még tovább bizonytalan környezetben alapvetően fasságot állítva kell végezni a munkámat, azért, hogy végül miért is ki tudjam fizetni az albumat, meg legyen mit nem. Tehát a létfenntartásom miatt adom oda az időmet és az erőmet másnak, azért, hogy ő nyerészkedje rajta. És úgy, tehát szerintem ezek erősek, hogy ezeket be tudja dobni, és ezekkel szerintem azokban is tud rezonálni, akik nem jobb oldali meggyőződésűek. Hát de és erre hogy csatlakozol rá? Tehát, hogy oké, okay, és akkor mi, mi, az ellenkező, a szocializmus, vagy mi? Nem, mert hát azt tudja mondani, hogy igen, az, Imre én, az legalább kimondja, igen, ne, én sem tudok érted már a csajommal elmenni, nem tudom én, három hete sétálni egyet, vagy egy moziba, mert egyrészt pénzem sincs rá, másrészt időm sincs rá, hanem olyan picsa fáraz, amikor hazaérek, hogy örülök, hogyha nem szól hozzám. Ja, hogy ez átélhető mindenki által. Szerintem ez biztos. Uh -huh. hát ne hülyeskedj. Jó, értem, de, de, mit, ő mit tesz ehhez, vagy milyen alternatívát mond? Szerintem, bocs, nem az a kérdés, hogy a rá megoldása, hanem az, hogyha megnevezed a szorongást és kimondod a szorongást, az már önmagában van valamilyen fajta evangelizáló hatása, tehát hogy nem azt mondják, hogy te adsz nekünk megoldást rá, de legalább megnevezed, ezért tudok hozzá kapcsolódni. Nekem, nekem ez tök kevés. Tehát én pont ezekre szoktam azt mondani, jó, hogy beszélsz, de minek? Mert hogy valójában nem jutottunk túl a problémán, te csak megnevezted a, a, a főkolompocs vagy a bűnbakot, és akkor hol tartunk most ugyanott? Köszönjük, hogy elmondtad, megmondó kapitány. De igen, de neked van nyilvánosságod, és te egy nyilvánosságban élő ember vagy, és akinek viszont nincsen nyilvánossága, az érezheti azt, hogy valaki engem is képvisel, valaki engem is de. megjelenít ebben a kérdésben, és de jó, hogy van az Imre. Oké, okay. akkor beszéljünk másról, amiket mondod. Beszéljünk, mi mondja ezt ez nagyon tetszett, hogy a nőnek a kocka el van. Igen, onnantól kezdve, hogy kipottyan az első magyar, vége. Igen. De ugye egyébként ott sem mond teljes fasságot, mert amikor azt mondja, hogy a házasságnak volt olyan történeti funkciója, hogy hogyan lehet adott esetben a férfit elköteleztetni, vagy adott esetben a nőt tárgyasítva tulajdonnál tenni a férfi számára. Tehát ezek létező tendenciák ez voltak. Hát ez volt a házasság funkciója a történeti értelemben, de hogy ezzel se kezd semmit, ebből sem bontja ki, akkor ember van. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a házasság koncepciát radikálisan újra kellene értelmezni, föl kéne fedezni ennek a feudalisztikus gyökereit és hagyományait, és azokat kiszedni mondja, a mostani házasság koncepcióból? Szerintem ő inkább azt mondja, hogy ezzel konkrétan nincs probléma. Mármint, hogy ezzel a rendszerrel, ami volt. amit ő felvázol. Ha. Igen, ő inkább ezt mondja. Ő ezt kéne visszahozni. Tehát egy ő, 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 nem, ő nem egy problémát vázolt fel, hanem ő, ő inkább az ellen beszél, ami már, ami ahova most megy ez az egész. Szerinte megy valahova, ami nem egy jó irány. És ő inkább ezt szereti, hogy a kocka legyen elvetve, meg ezek a dolgok. Nem, hanem hogy a nőnek adjon biztonságot azt, hogy házasodjon össze a gyermekének az apjával, és akkor mindenki gyakorlatilag legjobbat kapjuk ebből. Uh -huh. De szerintem most csak erre rá kellett neki csatlakozni erre a házasság dologra, és ezért mondta ezeket. Na jó, mit hoztatok meg? Hú, hát van bőven, igazából. Akkor menjünk tovább? Nézzük a következőt majd. az már nem interjú lesz, ugye? Nem, azok nem a saját csatornáján önálló tartalmak. Wow, nézzük. Mert a férfiakat nagyon erősen motiválja az, hogy ők szexhez jussanak, és az egész civilizáció arra így, hogy akkor jutott egy férfi szexhez, ha lehozta előbb a csillagokat a nőnek, azaz elvette feleségül. Addig nem. Aha. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Emre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja csatornája. Az egész csatorna fiúknak, férfiaknak akar mentor videókat készíteni, amiben felkészülünk arra, hogy... Milyen emberré kell válni ahhoz, hogy az önbizalmunk, önbecsülésünk helyreálljon, ahhoz, hogy megszerezzük a nők megbecsülését is, és hogy az egész életünket sikerre vigyük. Hetente több videóval jelentkezünk, mert nem akarsz a Ez egy Az egész ugye? azért nagyon érdekes, mert így csodródunk benne, és ma úgy látszik, hogy csak az lehetséges, csak azt tudjuk megfogni az életünkben, amiről tudjuk hogy miért kell megfogni. Tehát már nincsen hit önmagában, hogy elhisszük valakinek, akármilyen módon a hitünk tud dolgozni tudás nélkül. Tehát tudnunk kell, és abból származik az a hit, ami után meg tudjuk ezt csinálni. Hogyan jön ide a szex? Ugye, tehát a szex az a, a társadalom szervezésnek az alapján van. Nem csak a férfinő viszonynak, nem csak az, mert gyerekek lesznek belőle, és az egész emberiség ebből szaporodik. Egyáltalán nem. Az egész viszonyrendszer, maga az, ami világot létrehoztunk, az mind erre alapozódik, és hogy hogyan? Ugye, ezt megértsük, 50 ezer évet kell visszamenni, nem olyan sok az, 50 ezer évvel ezelőtt human etológusok szerint ugyanúgy éltek az emberek, mint mi, csak ilyen törzsekbe. Kicsit szörösebbek voltak, de ha megborotválkoztak volna, föladtak volna egy inget, akkor nagyjából így nézett volna ki, mint én, meg mint ti. Okos és humoros. Ekkor a, a nők gyűjtögető életmódot éltek, nevelgették a gyerekeket, a férfiak is, a faluba voltak ilyen kunyhók, meg ilyen sátrak, meg amiben éltek a törzsek férfiak elmentek vadászni, hazajöttek, ők is testek vettek. A gyermeket az anyáról lehetett származtatni, mert nem, nem, nem volt egy szexuális, az szexuális. Az... korlátozásuk. Tehát amelyik Állj, férfi... Azt a konklúzió, arra vagyok kíváncsi, hogy ezt hova futatjuk. Én csak, hogy mondom, arra vagyok kíváncsi, hogy most nem a párkeresésről beszélünk, meg, a, meg de ez nem arról szól. Amúgy olyan, olyan furcsa ez, hogy ennyire, ennyire túl van misztifikálva ez, tehát valahogy az emberiség, én úgy érzem, hogy fennmaradt, tehát hogy szerintem nem kell ezt a narratívát még erősebbé tenni, hogy hogyan szaporodjál, ezeket csak nem haltunk ki, szerintem a puák nélkül is, meg a megmondó emberek nélkül is tudják, hogy az emberek, hogy hogyan kell ezt a dolgot csinálni, de szerintem az ilyen, ilyen videók, meg maga ez az egész ilyen pick artist, meg az ilyen kapcsolattal foglalkozó, ilyen, ilyen megmondó embereknek így a létezése, az még jobban ilyen féle kell hát szerintem az emberekben, hogy mennyire ijesztő egy kapcsolat, hogyha tényleg ilyen sok mindent kell tudnom a, a kapcsolatokkal kapcsolatos. Hát ezt felteszem egyébként a marketing stratégiának a része, hogy minél bonyolultabbnak mutatsz valamit, ami halálosan egyszerű, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy figyelj, azért ez a bögre, az tényleg ez kerek, bele kell tölteni a vizet, ez nem mindegy, hogy töltök bele és <laughs> hogy tartod, tehát hogy annál inkább lesz szükség és indokolja a létezését a marketing szakma, nem igaz? Így van. Hát szerintem ő ezt, ő ezt tudja ugyanúgy, jól csinálja, de most mindjárt el fog jutni a sumérokig, meg a nem tudom, hova, milyen kultúrákban. A sárpajzsos igen, én, és, igen, és mindenki végigmegyünk, hogy valójában, hát ez, ez csak így tudod. Mai működni. napig is így kéne csinálni, hogy bunkós leütjük a nőt, beviszik a barlangunkba, és akkor te, én feleségem vagy most. Szalja. mi ez a konklúziója? Nagyjából. Na akkor nézzük meg, mi a konklúzióimrének melyik férfi, amelyik nőt utolérte, ahányszor utolérte, és akkor jött, lettek gyerekek, és kész, és úgy nevelkedtek szépen. Nagy kárt nem tettek egymásba, tehát a szomszéd törzsel néha összeverekedtek, ha valaki átjött az ő földjükre, de atomombákat nem gyártottak, és így éltek, ugye viszonylagos boldogságban. 40 ezer évig. 40 ezer évig nem történt semmi. Aztán, aztán, az aztán jött Jézus. az operatőr kolléga? A mai termékeny félhold Irak és környezet területén az a hihetetlen termékeny. A majd, ott szülte meg a kultúra azt a tudást, hogy ha a férfi tudja, hogy melyik az ő gyereke, akkor annak a gyereknek a felnőttkori versenyképességének a növelése érdekében, hogy az jobb pozícióba kerüljön, hajlandó sokkal energiát befektetni, hajlandó többet dolgozni, hajlandó építkezni. Jó, tehát nem kérdés, hogy Jó, tehát tényleg nem, is tudom jegyzetelni, tehát itt érkezem, azt mondja, futottak a nők, Ja, ja. Volt, Amelyiket hogy elkaptak. <laughs> Lett gyerek. Nagy kárt nem tettek egymásban. Leírja azt ilyen a tömegerű Nagy baj nem volt, figyelj. Csak ilyen futottak a nők után, amikor felállt a faszok. És nem változott hogy semmi. Volt, minden nem változott. 40 <laughs> <laughs> ezer évig, ezt több békésen éltek együtt, érted? Áll állandó erőszakban a, a nőket. Nem meg volt egy ez nem volt egy rossz helyzet, hidd el, Bandi. Jó, nem, de jaj, ez a sem, jaj. Nem, de most, szóval ez arra mutat viszont rá szerintem, hogy ezzel mi szoktunk küzdeni a partizánban, hogy ilyen társadalomtudományos vagy természettudományos szakemberek, akiknek tényleg érted évek hosszú munkája van abban, hogy tudjanak mondani valamit arról, hogy mik az emberek, vagy az előemberek, hogy néztek ki 50 ezer évvel ezelőtt, ők nem vállalnak ilyen típusú nyilvánosságot. Tehát az van, hogy igen, az Imre veszi a kamerát, és elkezdi mondani bele, tényleg mindenfajta látható összefüggés nélkül, ami az eszébe jutott. hogy hogyan éltek az emberek 50 ezer évvel ezelőtt, de az, hogy az, akiknek meg egyébként lenne ebben e, megalapozottabb tudásuk, ők meg sajnos ebből a szempontból ők ezt, ők lealacsonyítanak érzik, vagy az esetben nem érzik úgy, hogy, hogy ez nekik feladatuk lenne. Ők szívesebben szólnak a saját szakmai közönségük közön, ami hát egy sokkal szűkebb valami, mint akár az rimrének a nyilvánossága. Ez a baj. Nyilván egyébként mi azért nézzük főleg, mert már volt műsoron nálunk is, hogy szórakozzunk, mert van ennek egy ilyen érdekes bája. Sokszor ilyeneket hallgatni. Nem csak azért, mert mondjuk mi más gondolunk, vagy vagy, vagy szerintünk más, hogy vannak a dolgok, de de tényleg amikor elképzelem, hogy valaki ezt úgy Koma nézi, gondolja, igen, igen. igen, hogy uh, Meg tényleg azt mondja, így ja, volt. Ja, ja. Mentek és akkor elkapták <laughs> őket. <laughs> de durva. <laughs> Igen, így volt. Hogy valaki itt ezért tényleg tudható, hogy azonosul, hogy ez egy kívánatos állapot, hogy így szaladgálnak az álló faszú férfiak körbe-körbe, és akit kapnak, marnak. Igen. És ez a béke feltétele? De szerintem ő csak azt mondja, hogy ez volt az, az, a fázisa, ahonnan indultunk. És akkor eljutottunk, és akkor szabályozzák meg így, meg úgy. Tök sokáig beszél, egy tíz percig beszél arról, hogy, hogy milyen állapotokon ment vég az emberiség, és hát fent tudtunk maradni, mert uh, milyen jó, hogy férfi és a nő, de egy férfi. Pontos. Hajkúrázták az ősemberek szakócával a nők. Nézzük tovább, hát, hogyha még mond valami hasonlóan épületes dolgot, és cáfolja saját magát. a, a gyereke érdekében, ugye, a jövő építése érdekében sokkal több energiát fektet be. És azért, hogy a férfiak erejét be tudják csatornázni, ezért a szexuális korlátozásokat bevezették, és azt mondták, hogy nem lehet, csak tudni kell. Először a nőket korlátozták, hogy a nő nem csinálhat azt, amit akar, csak kontrolláltam bizonyos férfi, hogy tudják, hogy az ő gyereke, hogy a férfi kezdjen el a jövő érdekében többet cselekedni. Majd nyilván nagyon korán a nők már akkor is azt mondták, hogy ez így nem fel. A férfiakat is korlátozták, és létrejött ez a monogám struktúra, ami nem a kereszténységgel jött részem jóval korábban, ami pont ugye korlátozta, azt mondta, hogy a házasság előtt szűzen kell férhez menni, házasodni, és utána kezdődik az élet. Cserébe ezért a hihetetlen korlátozásért felépültek a városok, a vízvezetékek, létrejött a kereskedelem. Minden, ami körülöttünk van, abból származik, hogy a férfiakat a szexen keresztül, tehát a gyermekükön keresztül egyébként hadra fogták. Szexből csak érdekes, hogy, hogy, még alattám, hogy, Miért pont a szexen keresztül? Tehát volt egy Joseph Daniel Anwin nevű hihetetlen tudós, tehát a Oxfordon és a Cambridge-en egyszerre tanított, tehát nem egy akármilyen tudós volt, és írt egy monumentális művet, egy hatalmas kutatás, amiben az összes volt civilizációt gorcső alá vette, a mezopotámiait, a sumért, az egyiptomit, a rómait, mindegyiket, plusz még 86 törzsi társadalmat, és azt vizsgálta, hogy a szexuális korlátozás, tehát a szexnek a megnyilvánulása és a kultúra között milyen összefüggés van és nagyon komoly, azt mondják, hogy a, a, a teljesség igényével végzett kutatás, ilyen fokos könyvben írta meg a, a következtetés egy hihetetlen érdekes, de a mi témánk szempontjából egy sommázat mindenképpen ide, ide, ide tartozik. Az esetek száz százalékára igaz, nem 85,6, száz százalékára igaz az, hogy ameddig egy kultúra, ezt a szexualitás korlátozta és tűzzel, vassal megtartotta. És nem lehetett még elválni se csak a fővesztés vagy vagyonvesztés terhe Hihetetlen a világi és az erkölcsi és az a egyházi törvények is nagyon szigorúan betartották ezt a szexuális korlátozást, addig mindegyik kultúra nőtt területileg, kulturálisan, nem tudom, építészetileg, művészetileg, mindenképpen expandált. Ezt a mongolok. Amikor ezt megkették, mert mindig volt egy nyomás arra, hogy hú, hát ez túl nagy áldozat, ugye? ismerjük ezt mostanra, mindegyik kivétel nélkül kipusztult. Jó, szóval Álljunk meg egy kicsit. Tehát nem minden kultúra volt, akkor sem mondom, hogy egy is ugyanaz. Tehát hogy annyira a furcsa ez, hogy ilyen teljesen általános, általánosságban, vagy általánosítva beszél ezekről a dolgokról, mint hogy minden kultúra ilyen lenne. És amúgy most sincsen megszabva az, hogy most kikivel szexelhet, és Persze. mégis épülnek a dolgok. Persze. Tehát ez, ez szerintem ez egy ilyen nagyon erős, hogy általában ugye azt nagyon szokta szeretni a nyilvánosság, hogy így legyen egy ok megnevezve, amire mindent vissza lehet vezetni. Ez egyébként szinte nincs olyan terület az életnek, amiben ne lenne ez a fajta ilyen szélsőséges leegyszerűsítés. Ennek mindig a nagyon nagy keletje van. Ráadásul a másik, amikor hogy mutatja, hogy olyan vastag kötet. Tehát amikor valaki szerintem azt hozza érdként, hogy olyan az a kötet, köte, ami így ennyit írt, hogy az így, tehát, hogy az így nem érsz. Ez így ne? És akkor így érted, ezek a példá is teljesen bornév Tehát hogy azt gondolja tényleg, hogy Indiától kezdve a Közép-Afrikán át, Dél-Amerikáig bezárólag, és tényleg csak így nem ja. tudom, a globális délt mondom végig. Hmm. Szóval hogy ez így hát bármilyen szempontból is magyarázó erőjű lenne. Pont ez a lényeg, hogy nem lehet ilyen, nem tudom, hmm. homogén magyarázatokkal leírni teljesen, nem tán, mink, kultúrák és társadalmak és civilizáció fejlődését. Hát az ő narratívája az az kellett, hogy ezt így csinálja, így mondja. Hát persze, csak szerintem, hogy én bízom abban, hogy azért a nézőink, ha adott esetben egyet is értenek vele, ezt a típusú leegyszerűsítést, ezt kikérik maguknak, el az intellektuálisan megalázó. Fú, mit hoztatok meg? Van még egy, szerintem, amit meg Még egy? Még. Hát, ha nem akarsz sokkal többen. Na van, bőven. A ja, három dolog, ami mivel átlag emberként is megszerezheted a tiszteletét azért, mert hipergámok a nők és csak azzal tudnak együtt tisztelnek. Az értékrend, amit képvisel, a rá, felelősségvállalás és az, ahogyan vele bánt. Jaroszlán. Üdvözlök mindenkit, Bedő Imre vagyok és ez a Férfiak Klubja Youtube csatornája. Ma arról beszélünk, hogy milyen férfit akarnak a nők. Hogy vajon a külsőségek a fontosak? Vagy a pénz hogyan keveredik ide a mi kapcsolatunkba, mit keres valójában egy nő egy férfiban. Ez a csatorna fiúknak és férfiaknak ad válaszokat, ami szükséges ahhoz, hogy önbizalmuk legyen, hogy megszerezzék a nők megbecsülését, és ahhoz, hogy sikeresek legyenek az életben. Hetente több tartalommal jelentkezünk, hogyha nem akarsz lemaradni, akkor iratkozz fel. A mai téma tehát az, hogy milyen férfit akarnak a nők. És ebben Ez ugye, vagy, nem? Csak, több csak dolog is van, mert... de ennyi. Tudott volna Félrevezetnek bennünket, hihetetlen sok igény érkezik mindenféle módon. Én elején te arról szeretnék beszélni, amit a nők nem tudnak megfogalmazni, pedig nagyon akarják. Ugye van a másik véglet, arról is fogunk beszélni, hogy meg tudják fogalmazni, hogy mi az, de az nem biztos, hogy kivitelezhető. És ezt ők is tudják. Tehát, hogy mindannyian, akár férfiak, nők nézik ezt a videót, próbáljunk egy picit közelebb kerülni egymáshoz. Jó felütés. Igen. És mi az, amit nem tudnak igazán jól megfogalmazni, vagy, vagy darabokban fogalmaznák meg, de belső vágyuk mégiscsak az egy férfival szemben. Ilyen például az, hogy egy felnőtt férfit szeretnének, egy felnőtt társat. Ez nagyon fontos, hogy a felnőtt azt jelenti, hogy a szüleiről leszakadó, aki már képes arra, hogy önállóan irányítsa az életét. És itt az irányítás nagyon-nagyon fontos, mert hogy nem, nem egy sodródó színút akarnak, meg. hanem egy életét irányítani képes férfit, és olyat, aki az a élete nők, irányítása igen. során. Mert a nők az egy a ilyen közös alap. Tehát a nővel ilyen közös említás. megvalósítás. Tehát ugye ez a felnőtt, aki önállóan képes ezt csinálni, nem kell őt nocogatni, nem kell, ugye, akire azért lehet felnézni, mert látszik, hogy van egy terve. Maradjunk ennyiben komplexebb dolog a válás, de ez azért nagyon fontos kép, amit a nők keresnek. A másik, ami nagyon fontos, a társ. Tehát a társ azt jelenti, hogy mind a kettő tudja, hogy mi az ő közös feladatuk. És ebben a társ az önállóan teszi bele a dolgát, noszogatás, kérés nélkül teszi bele. Milyen érdekes ugye, hogy az üzlettárs fogalma az sokkal tisztább. Tehát azt hogy üzlettársam van, akkor biztos vagyok benne, hogy ő is, ő is idefele lapától. Miért nem annyira egyértelmű, hogy az életben a társam, ugye, tehát a férjem, feleségem az olyan társ kell legyen, akire biztos vagyok benne, hogy a mi közös dolgainkat tolja. Állandóan, tehát ez az ő fő prioritása. Tehát nagyon lényeges megjegyezni azt, hogy mi az, hogy közös, illetve mi, mi a közös, ugye a, a közös dolgunk az nem a rezsi közösség, hogy ketten együtt ki tudjuk fizetni a rezsit, vagy nem az, hogy egymás életét meg, megédesítjük-e vagy nem, leginkább ugye a másik édesítse meg az enyémet. Nem a közös kalandok keresése, hogy minél többet utazzunk együtt, és bejárjuk a világot, hanem a gyerek. ha, ha, ha rájövünk meg. arra, hogy a mi fontos közös dolgunk a, az emberiség, ugye végtelenjét építeni, ez egy, ez egy nagyon szép dolog, tehát vala olyan folytonosságot kell biztosítsunk, ahol az utódaink értékrendet kapnak tőlünk, egy olyan értékrendet, amivel ők is jobbá teszik a világot, ezt átadni hihetetlen szép, de azért egy komoly feladat, és egy olyan mintát kell nekik mutassuk, hogy ők is tovább akarják vinni azt, hogy legyenek utódaik, és értékrendet is akarjanak átadni, és képesek is legyenek rá. Tehát a, mi a, az örökkévalóságot ketten minden, ami mulandó, tehát a céges dolgok, a vállalkozások, a kalandok, a házak megépítése, az autók vásárlása, minden mulandóhoz nem kell egy örökszövetség. Tehát mi ennek a hosszú távú építkezésnek a, 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 a közösségét vállaljuk ketten, is, hogyha ezt értjük, hogy erre keres a nő a tudat alattiában is társad. Tehát nem arra keres társad, hogy valaki hozzon haza egy kis pénzt. Nem arra Meg keres társad, hogy az nem amúgy a nagyon szofisztikált ilyen megfogalmazása ennek, a, hogy a... hát úgy van szofisztikált a megfogalmazása, hoz világra még egy magyart. De ilyen bölcsön elmondani. Igen. Nagyon Igen. Az, 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 a célod, hogy legyen gyereked. Ennyi. Hogy, 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 hogy izé, hogy reprodukálj. Örökítsd ja. a hagyomány. Ennyi. Semmi más nem a cél, csak az, hogy legyen gyereked. Azért van ilyen nagyon rossz érzésem, mert így egyrészt az, hogy ezt a típusú eszencializáló beszélünk, hogy mit akar a nő, Jaj, uh -huh a stb. Tehát én ezt annyira butának, annyira, annyira egyértelmű számomra, hogy mennyire buta, hamis, hazug, stb. 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 Egyrésztről, de másrészt meg föltételezem, hogy azt gondolom, hogy ez mégis sokaknál működik, és én nagyon rosszul érzem magamat, hogy ebben az is következik, hogy akkor velük szemben azt gondolom, hogy ők valamilyen módon ennek. Tehát, hogy nem elég okosak, nem látják át, buták, stb. És én nem akarom ezt gondolni róluk, de nagyon nehéz hogy igazából, mit gondoljak akkor azokról az emberekről, akik azt gondolják, hogy ezek az elvek, amiket mondjuk az Imre elmond, ha ezeket követem, az fogja a boldog életet elmond, elhozni a számomra. És hogy valószínűleg nem tudom, azok gondolkozom, hogy hogyan lehetne egyáltalán eljutni odáig, hogy ezek az emberek, akik mondjuk ilyen videóknak, a nézéséből vezetik le maguknak azt, hogy akkor hogyan kéne átlagítanom saját magamat, hogy nem tudom találkozni velük, és lehet, hogy csak érted annyit, hogy meghallgatni őket, vagy nem tudom, szóval, hogy, nem tudom hogy mit lehetne csinálni ezzel a helyzettel, mert ez azért nagyon szorongató, hogy, hogy ennyire nyilvánvalóan, megalapozatlan, nyilvánvalóan összefüggéstelen, hablagy megfogalmazással emberek, nem tudom, ezreit, tízezreit meg lehet szólítani, és azt lehet bennük fölkelteni, hogy így van megoldás arra a szorongás együttese, ami téged meghatároz, és azt az imre hozzá neked. Ez, 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 ez valahol nagyon szomorú hát, és Az a gáz, hogy nem én a világ, csak ő ennek szeretné látni. De sokan, de sokan meg azért látják ebben mégis valami fajta Megváltásnak és megoldásnak a lehetőséget. Igen, nem? de nyilván ez egy. Vagy, ilyen... nem, vagy ezt rosszul feltételezem? Nem tudom, hogy én ilyenkor sokszor azt gondolom, hogy, hogy viszont az ilyen üzenetekkel, mint például ez, hogy az a megoldás, hogy te izé legyen, szűjj egy gyereket, szerintem már azok szokták mondani, akiknek van. Mert nem tudom, hogy kinek mondjuk egyedülállóként, hogy lehet mondjuk az a célom, hogy nekem csak legyen végre már egy gyerekem, mondjuk egyedülálló férfiként. Hát de amit a férfiakról is mond érted, tehát, hogy annyi olyan élethelyzet van, amiben egyáltalán föl sem merülhet az, hogy például mondjuk, tehát hogy ugye azt mondja, hogy, hogy rendelkezés saját magad a felelősséget, ezek nagyon jó hangzó dolgok, de hát annyi előfeltétele van annak, hogy az ember önrendelkezni legyen képes, felelősséget vállalni. Felelősséget vállalni lehet minden élethelyzetben, de önrendelkezni, az nagyon nehéz. Hát érted, most emberek nem feltétlenül csak azért élnek otthon a szüleikkel 30 évesen, mert tényleg annyira elcseszett zéró egzisztenciák, hogy nem képesek tényleg összekaparni maguknak egy másik lakást, hanem azért, nem lett, ma bérmunkából például mondjuk összekaparni egy másik lakást magadnak, tehát nem olyan családban születsz, ahol ezt meg tudják adni neked, akkor te vagy albérletbe fogsz elmenni, vagy pedig az adósabb szolgaságba egy lakáshitellel, és sokan még ide sem, mert a fizetésük ezt nem teszi lehetővé. Tehát, hogy ez annyira megszégyenítő beszédmód, valójában olyan mélyen megszínítő beszéd mód férfiak, százezerének élethelyzetével szemben, érzéketlen, empátiátlan, stb. 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 hogy valahol azért fölbasz, és azért basz föl, mert azt gondolom, hogy közben meg sokan mégiscsak ezt tudják interiorizálni, és azt gondolni, hogy ha nem meg ennek, akkor szarember vagyok. De, 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 nem ezt látjuk, én bocsánat, hogy azt mondom, nem ezt látjuk jelenleg a kormánytól? Nem ugyanezeket a gondolatokat? Hát Mint hogyha itt olyan fasza lenne minden, és ezeket mind meg lehetne tenni, és mindenki csak karnyújtásnyira van ettől a boldogságtól, mert minden itt, meg, itt teljesen jól megvan alapozva. Aki dolgozni akar, azt tud. I igen. Tehát, hogy ennyire le van egyszerűsítve. Persze, jó, csak akkor nézzük meg, hogy, hogy egy átlagember hogy jut el idáig. És akkor nyilván nem ez lenne, mert az élet az nem igazolná őket. De valahogy ezt az ábrándot hozzátéve ezzel az ájtatos ilyen, ilyen, ilyen keresztény dolga, ezt a képet tök jól el lehet adni itthon a magyar embereknek. Hát igen, hogy az is egy ilyen nagyon erős kényszer. Tehát ugye azt mondani, hogy így nem, nem akarok dolgozni. Nem, nem tartom a bérmunkát egy inspiráló, tehát életlen fölvetni azt, hogy mondjuk a munkádnak inspiratívnak kell lennie, a munkádnak értelmesnek kell lennie, hogy a munkádnak az, de az a esetben... Most a beszélsz? Mert hát bér... ezt mondom, tehát, ja? de nem, nem, bármilyen munkáról. Tehát, emblok, tehát ugye hogy a cél kormány cél azt kommunikálja, hogy a kormány, hogy a munka az egy kötelesség, azt ja. csinálni kell, az nem esít önmagában, stb. stb. És hogy így azt fölvállalni, hogy nem, nem minden munka nemesít, nem, nem minden munka elvégzendő, nem, igenis van jogom megmondani azt, hogy itt kezdek az életemmel és az időmmel, mert az az enyém, és az, az a legértékesebb dolog a számomra, és hogy így ezt felvállalni, ez ma azt jelenti, hogy magadra mondod azt, hogy hát te egy lusta szar vagy, te egy ilyen nyápi cizész szarod, hogy tényleg mindenfajta ellenállásban szétesel azonnal, nem vagy elég kitartó, nem vagy elég férfias. Hát ez egy olyan dimenziója szerintem a magyar internetnek, ami ö, sokaknak a narratívája a való életben is. Egyébként szerintem, ha ez a tradicionális szemlélet találkozik egy másik ugyanilyennel, akkor ez tök jól tud működni, amit ő felvázol. Hát, érted, hogy jól tud Hát működni. hogyha van egy olyan sorból jövő lány, meg fiú, akik ugyanezt a szemléletet vallják, akkor ezt teljesen normálisnak gondolják, hogy ez így, így működik. Az egész családfelépítés, a férfi vezet, az összes ilyen dolog, amikről beszéltünk. Ezek a hagyományos elvek. De bocs, nekem azzal sincs semmi hogy az Imre ezeket az elveket vallja. Tehát, ha ő egyébként ezt egy boldog élethez tudja hozzákötni, akkor szerintem tök oké, hogy így gondolkodik. De ő, ő a... általánosítja az egészet. Nem, nekem, igen, nekem ez a bajom, hogy ő azt mondja, hogy ez a megoldás. Tehát, én, tehát, hogy, tehát hogy, amit ugye a legelején mondtam az adásnak, hogy a jobboldali értékennek az az erőssége, hogy azt mondani, hogy így ez a jó élet receptúrája, mondanám jegyzetelj. Tehát, hogy ő, amit engedjük meg és feltételezzük, hogy az ő életében ezek hasznosítható és jól működő elvek, hogy azt gondolom, hogy ettől mindenki mások is ezt kéne követnie, ez, ez, részben egyébként politikai nagyon erős, mert ezért tart a jobboldal az egész világban olyan erős pozíciókat, amilyen erős pozíciókat van, mert nincsen meg ez az és kulturálisan. De másrésztről meg azért nagyon szomorú és ijesztő is, mert, mert nem, nem. Én nem gondolom azt, hogy mondjuk az, ahogyan én élem az életemet, az egy univerzális jellegű életélmény lenne, az egy nagyon speciális életélmény, és lehet, hogy vannak mások, akik tudnak részkérdésekben osztozni velem az én értékrendemben, de azt én nem merném állítani, hogy így kell élni mindenkinek az életét. Nem lenne azonos neked, neki igen. De közel ez is egy baj. Mert bizonyos értelemben azért vannak olyan állításai a te életednek is, a te életednek is, az én életemnek is, a nézők életének is, amiket meg sokkal erősebben föl kéne vállalni, és sokkal erősebben ki kéne állni azért, hogy de igen, ezek viszont olyan elvek, amikért érdemes lenne megküzdeni, és érdemes lenne akár konfliktust is vállalni, sőt érdemes lenne vállalni azt, hogy megszégyenít a jobb oldal, és megpróbál lejáratni. És ez a típusú ellenállóképesség képesség és ez a típusú attitűd, ez a progresszív világnak nem a sajátja. Nem. Nem, ja. nem. mi hagyjuk, hogy mindenki azt csinálja, amit szeretne. Igen. A ja. törvényes kereteken belül. Egyébként Ebben igazán a jobb hogy ez a típusú, minden mindegy, jó, ez így nincs ebben a formában, ezt elismerem, de ez a típusú ilyen, Virágozik száz virág, ez is jó, az is jó, ez egyébként nincs. Hát abban a szituációban tud működni, hogyha mindenki így áll ehhez a helyzethez, azt gondolom. De nem? Tök, tök, Hogyha tök, nem kell harcokat vívni konkrétan. De akkor könnyű megrémiszteni az embereket ezzel, nem? Ezzel az egész ilyen fú, hogyha a baloldal átvenné hatalma. Uhum. Na, akkor mi lenne velünk? Az utolsó bástája kereszténységnek is eltűnne. Ugye? Ez milyen rémisztő hangzik? Kiveséztük Imrét és a férfiak klubját? Persze. A partizános férfiak klubjában? Hát, férfiak? Igen, mi is bezárjuk itt most a férfiak Nem látok klubját. Nem láttuk az összes videót, bár biztos okosabbak lennénk akkor. Most mondjuk így nagyon merész módon férfiként identifikáltam mindenkit enni az asztalnál. Oh -oh. Nem tudom, hogy ez a progresszív értékrendekkel szemben milyen típusú érzéketlenségről tesz tanúbizonyságot az én vonatkozásomban, de talán elvisel. Egy... Hát én inkább ilyen neopronamokat szeretek használni már. Ghost ghost self. Fú, ebben majd egy másik adásban megyünk majd bele. Van-e bármi, ami bennetek maradt esetleg, és amit még érdemes lenne kivesézni most ebben az adásban? Amit mondtunk, az csak a saját véleményünk. Ti is írjátok meg, hogy mit gondoltok, mert szerintem ez egy olyan téma, amiben nagyon sokféleképpen lehet gondolkozni. Politikai oldalt. A Igen, vagy, mit ez a progresszív az a végén. Hogy azért ott van, hogy így lábjegyzet, csak én gondolom így, és minden más is lehet igaz. És... Ez, 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 szerintem ez bármit is csinálunk, ez így van. Csak a... így szinte nem lehet társadalmat működtetni. Tehát szerintem az nincs, hogy csak egyéni igazságok vannak, és nincsenek kollektív igazságok. Nagyon nehéz ezt fölvállalni, mert amikor kollektív igazságokról beszélünk, akkor rögtön azonnal bejön a náci harmadik birodalom, Szovjetunió, kommunista diktatúrák, nem tudom, fasiszta diktatúrák, stb. És hogy nem, 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 chill the fuck down, ez nem arról szól, hogy akkor ezek diktatórikusan értelmezendő elvek, de attól még, igen, egy társadalom nem működik kollektív igazságok nélkül, pont. És hogy milyen konszenzus alapján jönnek létre ezek az igazságok, az már egy másik kérdés. Meg lehet ezt csinálni demokratikusan, bocs. De szerintem az kell az, hogy az emberek föl tudják vállalni azt, hogy nem csak magamat képviselem egy helyzetben, hanem része vagyok egy nagyobb közösség, együttes állításának. Csak tőled azt, nem, azt nem, értem, mondjuk ebben, mondjuk ennél, az, ennél a témánál, mint például, amit itt, a, itt a, ebben az adásban veszegettünk, hogy mondjuk így a párkapcsolati viszonyulás, tehát hogy a emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, vagy hogy milyen formában élik meg a saját szexualitásukat, vagy, vagy hogy mit csinálnak, hogy ez mondjuk miért nem lehet abszolút úgymond egy ilyen szubjektív, vagy egy ilyen nyitott dolog. Tehát hogy szerintem ebből nem tudom, hogy mennyire kellene az, az hogy egy darab igazság legyen. És ugye itt is mondjuk szerintem ezt beszéltük, hogy már elbeszélünk egymás a Bedő is, mert te sem azt gondolod, amit ő, meg mi sem azt gondoljuk, amit ő. És lehet, hogy ebben a helyzetben pont lehetne így, de nem is kellene meggyőznünk egymást a saját igazunkról, mert elférne az a kettő egymás mellett is az, hogy valaki konzervatív, és akkor ezeket az értékeket vallja, valaki meg teljesen mást val. Mert ebben a, ebben a szempontból szerintem kurvára mindegy egyébként, hogy ki hogyan éli az életét most megpingeltél nem olyan dolgokat, amiket így nagyon szeretnék elmondani, de az a baj, hogy már így is túl vagyunk az adásidőn. Egyébként ezért mindig kiakadnak a nézők, hogy, hogy mi az, hogy adásidő, hát a Youtube-on nincsen adásidő, de azért de jelezném, van, jelezném, a... mint ahogy vannak kollektív igazságok, úgy igenis van, még a Youtube-on is adásidő, Fú, ez nagyon érdekes, erre szervezzünk már egy adást, mert erről, erről, erről nagyon hosszan. Szerintem ez, egy, ez egy ez valószínűleg egy vitapont lenne között. Na, jó van. Mert szerintem a párkapcsolatoknak is vannak kollektív igazságai. Mondod ezt te, ha? És találkozunk legközelebb. <gül> <gül> Jó, itt a cliffhanger a végére, még ezt is összehoztad nekünk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Köszi, Bandi. Köszönjük szépen. Köszi, Bálna. Nem tudom, mikor jelentkezünk legközelebb, de már most szeretném mondani, hogy van egy tervünk, ezen még csak most dolgozgatunk, hogy hogyan lehetne ezt az egész kerekasztalt egy kicsit kibővíteni, hogy pontosan milyen formában és kikkel, és ebben te, ti hogyan tudtok részt venni, hogy ez egy kollektív kiteljesedés legyen. Erről is majd szó lesz a későbbiekben, de nem most azonnal, néhány hét, néhány hónap. Végére még, hogy még a nyár előtt mindenképpen ez is el fog majd következni. Ha van bármilyen kérdés, komment, akkor nyugodtan gyertek a komment szekcióba, vagy látogassátok meg ezeknek a fiúknak a YouTube csatornáit, és ott tömegétek szét a komment szekciót. Iratkozatok fel, úgy a bandira, úgy a válnára, mint a partizánra. Egyébként pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket a munkatársai nevében is. Hamarosan újra találkozunk. Ja, várj egy ugye? Mehet. képzeljétek el, idén már gyűjtjük az 1 ot Partizán Alapítvány tudja, hogy fogadni a személyi évedelem 1 át ami nagyon-nagyon fontos. Válságokkal teli időszakot élünk, és az emberek nyilván kevesebb pénzük van. Mi is érezzük, hogy kevesebb most az előfizető, mint volt akár csak két évvel ezelőtt. Úgyhogy az SCIA 1 ok felajánlásával tudtok nagyon nagy mértékben segíteni a működésünkben. Úgyhogy a leírásban találhatok egy linket, amin keresztül minden információt megosztunk veletek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjátok a személyi 1 át a partizán juttatni. Pontosan tudom, hogy nagyon sokan kérik, pontosan tudom, hogy a gyermekmentőktől kezdve a kisállat megmentőkön keresztül számos tényleg nagyon fontos és nagyon releváns közfunkciót ellátó civil szervezet is azt kéri tőletek, hogy őket részesítsétek előnyben. Én mégis azt kérem, hogy ha megteltitek, akkor szálljatok be egy közösségi finanszírozásból működő, alapvetően a közösség egészét szolgálni kívánó médiumnak a kiteljesedésébe, fenntartásába, tovább a működésébe. Ha megtegyétek, akkor kérlek, ezzel álljatok mellénk és ezzel segítsetek, mert azt gondoljuk, hogy kérdezni kell, kérdések nélkül nincs változás, azt pedig alapvetően most mi akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha mellénk álltok minél többen. Úgyhogy kérlek, hogy terjesztétek a hírét, és ajánljátok fel az 1 százalékotokat a partizánnak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk voltatok, hamarosan újra találkozunk, addig is ciao!